A mindennapi megértés szerint, a modern tudomány szerint és a védikus irodalomnak a Jyotisa írásai szerint egy kis kék bolygón élünk. De a mai csillagászati megfigyelések alapján nem tudtuk még eldönteni, nem tudják eldönteni, hogy van-e élet a Földön kívül. Ebben az előadásban ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni. Egy karikatúra szerint a legbiztosabb jele, hogy az univerzumban máshol is létezik intelligens élet, hogy soha nem próbáltak kapcsolatba lépni velünk. A címben, az előadásom címében szereplő biogeográfia szót általában a Föld bolygóval kapcsolatban szokták használni. Arra értik, hogy a különböző növény és állatfajok milyen módon vannak jelen, hogyan oszlanak el a Földön. Például a különböző kontinenseken. Szóval ez a földrajznak egy olyan ága, ami az élőlények elterjedésével és eloszlásával foglalkozik. Ezt a látásmódot mi most kiterjesztjük, mert hogy azt fogjuk megvizsgálni, hogy a védikus irodalom mit mond, a lehet, hogy általunk nem látható, de a védikus irodalom szerint létező idegen létformákról. Tehát az előadásom fő kérdése, hol és milyen lények élnek a védikus kozmoszban. Három témát fogok érinteni. Az egyik az élőlények felosztása, a másik a már barátságos, jól ismert 14 bolygórendszer, ahova beköltöztünk már az előző előadások során. Ezeknek a lakóit nagyon röviden megismerjük, és utána beszélek egy kicsit a lelkeknek az útjáról ezen a hatalmas rendszeren belül. Milyen élőlények léteznek? Ahogy a mai tudomány rendszerezi az élővilágot, faj, nemzetség, családrend, osztály, törzs kategóriákba, ugyanúgy a védikus irodalomban is találunk egy nagy léptékű rendszertant. A Padma Purana nevű védikus írás azt mondja, hogy 900 ezer féle vízi élőlény létezik. 2 millió féle növény, 1 millió 100 ezer féle rovar, csúszómászó, 1 millió féle madár, 3 millió fajta négylábú, és 400 ezer különböző típusú emberi létforma. Hogyha ezt összeadjuk, akkor kijön a már említett és sokak által ismert 8 millió 400 ezeres szám. Nem mondjuk azt, nem mondhatjuk azt, hogy ez a 8 millió 400 ezer létforma vagy élettípus, ez pontosan megegyezik a fajok számával. Egyébként érdekes, hogy egy racionális becslés szerint a Földön élő fajok száma is körülbelül 8 millió, de az általános megközelítés szerint, Vaisnava megértés szerint egy létforma az többféle fajt is magában foglalhat a mi hétköznapi faj fogalmunk szerint. Érdekes még benne, hogy emberi létformáról mi csak egyfélében szoktunk gondolkozni, vagy esetleg a rasszokról beszélünk, de itt a védikus irodalom egy nagyon magas számot mond, ami arra utal, hogy valamilyen emberi módon gondolkodó, intelligens lények, de tőlünk fizikai, biológiai megjelenésükben különböző lények is léteznek az univerzumban. Ez a 8 millió 400 ezres szám, ugyanis a védikus irodalom szerint nem csak a Föld élővilágát jelenti, hanem ezekkel a fajokkal találkozunk szerte az univerzumban. Felmerül a kérdés, hogy miért nem látjuk a más bolygókon élőket. Ahogy azt is láthattuk az eddigi előadásokból, hogy valójában ennek a védikus univerzumnak, annak az égitesteinek, objektumainak egy részét mi nem tapasztaljuk. Miért lehet ez? Egy vicces mondás szerint a lakók nem akarják, hogy lássuk. De valahogy úgy tűnik, hogy úgy van berendezve az univerzum, hogy nem vagyunk képesek mi a jelenlegi érzékeinkkel és a jelenlegi tudatunkkal felfogni mindent, ami létezik. Röviden az érzékelésünk korlátozott. Vannak az érzékszerveink, szemünk, és elfogadjuk az általuk közvetített tapasztalatokat, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem minden.
Ugye a levegőre azt mondjuk, hogy nincs benne semmi, de valójában élőlények milliárdjai vannak benne, és atomok, és molekulák, és számunkra ez csak semmi. Szóval az érzékeink által nyújtott tapasztalatok, ezek korlátozottak. És még ha a Földön belül maradunk, itt is látjuk, hogy a különböző élőlények különböző érzékekkel vannak felszerelve, és másképp képeződik le a számukra ugyanaz a valóság. Képzeljük el, vajon hogy látja egy szitakötő a két hatalmas gömb szemével, összetett szemével a mi világunkat. Hát lehet, hogy a síkot gömbölyűnek látja, vagy a gömbölyűt síknak. Szóval ugyanaz a valóság a másféle érzékek számára, másféle érzékelés számára másféleképpen mutatkozhat meg. Ehhez teszi hozzá még a védikus irodalom, hogy az élőlények tudatállapota is befolyásolja, hogy mit képesek érzékelni, mihez kapnak hozzáférést, mi az, amit tudnak érzékelni, és mit nem. Röviden úgy összegezhetjük ezt, hogy a valóság több dimenziós, és akkor itt a dimenzió alatt érthetjük azt is, hogy vannak az anyagnak is olyan típusai, olyan összetettségi formái, amit mi nem látunk, nem tapasztalunk sem az érzékeinkkel, sem a műszereinkkel. Beszél a védikus irodalom finom fizikai dolgokról, amit szintén érzékileg nem tapasztaljuk, esetleg a működésüket, a saját elménk működése kapcsán. És vannak lelki dolgok, még itt az anyagi világon belül is. Lehet, hogy ez most így első hallásra extrémnek tűnik. Ó, a világban sokkal több minden van, mint amit ó, Horáció, képzelni tudtok. De egy érdekes adat, és most a modern, legtrendibb kozmológiai elméletről beszélek, ami széles körben mondhatni általánosan elfogadott a csillagászok között. Azt mondják, hogy az univerzum érzékelhető része, emberi érzékekkel és műszerekkel érzékelhető része, az valójában a teljes valóságnak csak 5%-a. Nem a közelség és távolság értelemben, hanem azt mondják, hogy az univerzumban, a világegyetemben rejtőzik valamiféle olyan tömeg. Ugye ezt a gravitáció működése alapján jutottak erre a következtetésre, hogy valami olyan dolog fejt ki tömeghatást a látható objektumokra, amit nem látunk, nem érzékelünk. És nagyon szellemesen a tudósok elnevezték ezt a nem látható valóságot sötét anyagnak és sötét energiának, ami magyarul azt jelenti, hogy halvány lila fogalmunk sincs, hogy ez micsoda, csak azt tudjuk, hogy létezik. Valami van a háttérben, valami van pluszban, amiről nem tudunk. Nem kevés. 95%, amiről nem tudunk. Szóval, hogyha nagyon haza akarok beszélni, akkor azt mondom, hogy hát olvassák el a Bhagavatamot, ott van leírva a 95%. De legalábbis annyit mondhatunk, hogy egy lehetőség, hogy mi az, amit nem vagyunk képesek érzékelni, mert nem bocsátanak ki általunk érzékelhető fényt, elektromágneses sugárzást, stb., hogy van az univerzumnak egy ilyen része, de ez csak a kinyilatkoztatás segítségével ismerhető meg. Itt a jól ismert képünk a védikus univerzumról. Hasonlítsuk most ezt egy szállodához, egy intergalaktikus szálloda, amelynek az emeletein különböző típusú élőlények laknak, vannak hasonlóak is, és vannak eltérőek. Beszéljünk először röviden a nem emberi típusú létformákról. És megint segítségül hívom a földi biogeográfiát, fajoknak az eloszlását. A Földön azt tapasztaljuk, hogy az egyes kontinenseknek van jellemző élővilága. Ugyanakkor vannak olyan fajok, vannak olyan élőlények, vagy nagyon hasonló élőlények, amit több helyen megtalálunk, vannak medvék itt is, ott is, amott is, kicsit hasonló, kicsit eltérőek, vannak nagyon speciális részei a világnak, ugye Ausztráliában honosak leginkább az erszényes emlősök, de néhány erszényes emlős van Észak-Amerikában, meg Dél-Amerikában is. Hogyha nagy általánosságban beszélek, akkor ugyanezt mondhatjuk el az univerzumra. Ugyanazok a típusok vannak jelen, mindenütt vannak vízi élőlények, vannak szárazföldi élőlények, vannak madarak,
De vannak, amik egyes helyekre speciálisan jellemzők, és ott jobban jelen vannak, és mondjuk itt a Földön nincsenek. Amikor Srila Prabhupádot kérdezték, hogy mi történt a dinoszauruszokkal, vagy mi van, ha valakinek olyan karmája van, hogy dinoszaurusznak kell megszületnie, akkor most azon mi lesz? Hát van egy másik bolygó, ahol ott vannak a dinoszauruszok. Don't worry, ne aggódj, majd oda megy. Nem csak a Földön belül zajlik a lélekvándorlás. Szóval vannak speciális lényei az egyes területeknek, és vannak olyanok, amelyek majdnem mindenütt jelen vannak. Egy kis különbséget tehetünk ugye az alsó régiók között, a Föld alatti, a Bhumandala alsó része között, ahol nincs napfény, ami egész biztosan befolyásolja ott az élővilágot, de még ott is beszélnek kertekről és parkokról, szóval valamiféle vegetáció még ott is van, de el tudom képzelni, hogy az nagyon más, bár ezt részletesen nem kutattam. És aztán a felső bolygókon, ugye, ahol a nap fénye jelen van, ott ugyanazok a létformák ismétlődnek, ahogy olvassuk a Srimad Bhágavatamot, de néha van, hogy magasabb rendű képességekkel rendelkeznek, nagyobb a méretük, de mondjuk úgy, hogy ismerősök. És néha van egy-egy név, egy-egy állatfaj, aminek a neve nincs a szótárba, nincs egy megfelelője, hogy az a mi földi kategóriáink szerint pontosan mi. És akkor térjünk rá az emberi létformákra, ami lehet, hogy még izgalmasabb, még inkább sci-fi. Milyen humanoidok léteznek az univerzumban? Milyen emberszerű, intelligensen gondolkodó lények, akik valamilyen szempontból eltérnek tőlünk? És mint általános törvény azt mondhatjuk, hogy ha alulról indulunk az univerzumban, akkor alul élnek a legalantasabb, legalacsonyabb tudatszintű élőlények, és ahogy haladunk fölfelé, akkor emelkedettebb, tisztább tudatú létformákkal, tisztább tudatú élőlényekkel találkozunk. Ez egy általános törvény, ami alól vannak kivételek, a Bhumandalán is rendkívül emelkedett lények élnek, vagy is élnek, de mint általános alapelv ez elmondható. És akkor haladjunk most alulról. Kezdjük a 7 alsó bolygórendszerrel, aminek a szanszkrit neve a Bila Svarga, ahogy már meghallottuk, ahogy hallhattuk. Ugye a nevük alulról nézve, és én most alulról fogok haladni, megyünk a intergalaktikus szállodánkban emeletről emeletre. Kik laknak az elsőn? Az első emeleten, Pátálán, jó, előbb összefoglalóan, ami mind a 7 alsó bolygóra igaz, az általános jellemzője ennek a régiónak, nincs napfény. Ugye a Bhumandala fölött van a nap, Bhumandala alatt már nem érvényesül a fénye. Szóval néha úgy fogalmaznak, hogy barlangokban élnek, ez nem feltétlen szűk barlangokat jelent, de hát én magamban néha úgy fogalmazom, mint egy pláza, ahova nem süt be a nap. Valami fény van, mesterséges fény, drága köveknek a fénye, és vannak nagyon kényelmes helyek. Ugye ez itt nem a pokol, hanem, ahogy hallottuk, hogy föld alatti mennyei bolygók. Nagyon kényelmes az élet, de egy kicsit másképp kényelmes az élet egy plázában, mint a természetben. Ugye? Szóval ezek ilyen föld alatti kényelmes helyek, ahol ugye az alacsony tudatszint azt jelenti ebben a megközelítésben, hogy nem foglalkoznak az élet magasabb rendű céljával. Nem vallásosak igazán, nem törekszenek lelkifejlődésre, hanem az anyagi világ élvezetére törekszenek, és az ottani lehetőségeket használják ki. Szóval lelkileg tudatlanok, démonikusak, és nincs bennük vágy valamiféle magasabb rendű lelki tapasztalat szerzésére, csak az anyagi lehetőségek élvezetére. A legalsó szinten, Pátálán kígyó démonok, vagyis nágák laknak, akiknek a királya, a vezetője Vászuki. Ezek sok csukjás kígyók, nagy hatalmúak és nagy méretűek, akikről azt mondják, hogy dühös, természetűek, nagyon erőteljesek, és többféleképpen ábrázolják őket magukban a védikus írásokban, és aztán a védikus képzőművészetben, festményekben, szobrászatban, van, amikor nagyon teljesen kígyószerűnek ábrázolják, van, amikor emberszerűnek, és van, amikor a kettő keverékének.
És a leírások szerint ezek olyan misztikus képességgel rendelkező lények, hogy még tudják változtatni is ilyen módon a formájukat, hogy az egyik vagy a másik módon jelenjenek meg. Következő emelet, egy érdekesség még, ahogy utána néztem, nem csak a védikus irodalomban szerepelnek a nágák, ez egy ilyen kultúrák fölötti, legalábbis Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok kultúrában tudnak és beszélnek a nágákról, és ábrázolják őket. Szóval, mintha lenne egy ilyen univerzális tudás, amit az emberiség hordoz, vagy a védikus tudásnak a kisugárzása érződik ezeken a területeken is. Rasátalán Dajtya és Dánava démonok élnek. Dajtyákról azt írják, hogy fizikailag nagyon erőteljesek, erősek, ugyanakkor kegyetlenek. Nem jól használják az erejüket, próbálnak uralkodni, dominálni, leigázni másokat, de elég kifinomultak, a diplomáciában is nagyon jártasak. Hiranyakasipu, Hiranyaksa, ha valaki jártas a védikus irodalomban, ebbe a fajba tartozik. A dánavák ugyanott élnek, annak a régiónak a lakói. Róluk is azt írják, hogy nagyon erősek, de ők faragatlanabbak, tuskóbbak, hőzöngőek, hősködőek, kicsit a trolloknak az ősképei fogják látni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a modern hollywoodi rendezők és forgatókönyvírók nagyon sokat merítenek a védikus irodalomból, szóval ne csodálkozzunk, hogyha találunk ilyen párhuzamokat is. Mahátalán sok csuklyás kígyók, ez a jellemző intelligens faj. Ugye, amikről beszélünk, ezek mind gondolkodó, kommunikáló formák, nem tudatlan állati formák. Ezekről azt írják, hogy a hatalmuk, a befolyásuk kisebb, nem olyan erőteljesek, mint a nágák, de hasonlóan csúnyák. És tudunk Krisna földi kedvteléseiben egy szarpáról, aki megjelent, őt pedig úgy hívták, hogy Kália. Kália kígyó megmérgezte Vrindavan folyójának, a Yamunának a vizét, és aztán Krisna eljött, és személyesen Móresre tanította ezt a kígyót, táncolt a fején, aminek a hatására a kígyóból eltávozott minden méreg, és akkor végül egy nagyon jámbor, már-már giliszta vált belőle, és alázatosan tovaúszott. Szóval egyes történetekben, ugye azt mondtuk, hogy nem veszik fel velünk a kapcsolatot ezek a létformák, de ha a Mahábháratát, a Rámájant, Simad Bhágavatamot olvassuk, akkor néha földi helyszíneken is felbukkannak ezek a létformák. Talán egy nagy erejű démon él, Maya Dánava, gyakori szereplője szintén a Mahábháratának és más védikus történeteknek. Róla azt mondják, hogy szinte isteni erővel bír a démonok között egy varázserejű művész, akinek a fő képessége az építőművészete. Nem csak kigondolja és megtervezi az épületeket, hanem meg is nyilvánítja, megjeleníti, és az alsó bolygókon az ott lévő csodálatos palotákat, épületeket ő hozza létre. A Mahábháratában szintén megjelenik, Arjuna egyszer megmentette Maya Dánavát az erdőtűztől, és cserébe Maya Dánava építette a Pándaváknak a palotáját, ugye, ami egy lenyűgöző épület volt, szóval amikor ezekről hallunk, akkor az mondhatni, hogy a építészetnek a csúcsa, amit ezek a épületek képviselnek. Ugyanakkor Maya Dánava nem egy jóindulatú személy, a technológia urának is nevezik, Srila Prabhupada ahhoz hasonlítja, hogy ahogy ma a világban a technológiától remélik az emberek az előrehaladást, a boldogságot, a fejlődést, Maya Dánava is ebben van elmerülve, de még extra misztikus képességei vannak hozzá, de ő sem a lelki tudásnak a megtestesítője. Sutalán Bali Maharaj az uralkodó. Itt van egy kivétel. Azt mondtuk, hogy az alsó bolygók tudatlanságnak a helye, lelki tudatlanságnak. Bali Maharaj egy nagyon emelkedett lélek, egy tiszta lélek, még Krisna egyik inkarnációjának, Vámana Dévának a történetében is megjelenik, amit most nincs idő részletesen elmondani, de az egyik legkiemelkedőbb híveként jellemzik Istennek. Ugyanakkor ő a dajtyák és a dánavák királya. Ez a jó eset, amikor a jó ember uralkodik a rosszak fölött, és egy tiszta lélek. Vitalán
egyik formáját találjuk Sivának, hallottunk róla, hogy a anyagi és a lelki világ között is van egy lakhelye Sivának, de az anyagi világon belül is több helyen jelen van, és többféle feladatot ellát. Itt is van egy szerepe, feleségével együtt, Bhavanival van jelen, a lakói ennek a vidéknek szellemek és démonok, szóval nem különösebben vonzó lények, akik Sivánál vesznek menedéket, van egy különleges folyó, a Hátaki folyó, ami a szélnek, a víznek a hatására a földből aranyat termel, szóval ezen a vidéken rendkívül sok az arany, és az ott élők ebből ékszereket készítenek maguknak, és ennek a bűvöletében vannak elmerülve. Hát azért ehhez hasonlót is látunk a Földön, nem? Hogy az arany elbűvöli az embereket, ennek a kisarkított példája ez a régió Vitala. Atala, az alsó bolygók közül a legfelsőbb, ez Bala démonnak a lakhelye, aki Maja Dánavának a fia, azt mondtuk, hogy Maja Dánava nagy démon, alma nem esik messze a fájától, legalábbis ez esetben. Bala démon is egy misztikus képességekkel rendelkező, nagyhatalmú uralkodó, és ebben a régióban pedig azt írják, hogy gyönyörű nők vannak, és az emberek a nőknek az élvezetében, hát a férfiak a nők élvezetében, a nők meg nyilván a férfiak élvezetében vannak elmerülve, ez a legfőbb kötelék, ami jellemző rájuk. Szerencsére a Földön ilyesmi nincs, úgyhogy mehetünk tovább. Most érkeztünk el haza, ugye Bú Mandalára, vagy Bú Lókára, ami, ahogy hallottuk Szacsiszuta Prabhu barátom előadásában, egy nagyon komplex területe, a legkomplexebb területe ennek a védikus univerzumképnek, mert ugye egy középső szigetből, a Méruhegyből, és aztán a koncentrikus szigetekből áll. Ha a legközépső szigetet nézzük, ugye ennek a neve az volt, hogy Jambudvip, és az kisebb területekre oszlik, varsákra, 9 varsára. Azt mondják, hogy ezek közül egy varsa az, Bárata varsa, és ezzel hozzák összefüggésbe a mi földünket is. Itt gyümölcsöző tetteket végeznek az emberek. Itt nagyon aktívak, termelnek jó karmát, rossz karmát, próbálják élvezni az életet, de nehéz munka árán, még az összes többi terület, erre Szacsiszuta is utalt, ez egyféle földi menny, ahol nagyon kényelmes az élet. Maga a Jambudvipa kifejezés, ez a jambu gyümölcsről kapta a nevét, az egyik dolog, hogy hatalmas és finom gyümölcse van annak a jambózafának, ennek is van egy földi verziója, egy ilyen kis lekonvertált jambu gyümölcs, ugye jambózafának hívják itt a Földön, hogyha már biológiáról van szó, akkor ez itt is megtalálható, ez a növény. És az összes többi varsa az mennyei hely. Ugye itt most középen látjuk Jambudvipát, és itt látjuk Bú Mandalának a többi körgyűrű alakú szigetét. Ezekről szintén azt halljuk, azt olvassuk, hogy nagyon kényelmes életet biztosítanak az ott élőknek. A különbség az alsó bolygókhoz képest, hogy az itt élők elfogadják a legfelsőbb úr létezését és tekintélyét, vallási folyamatokba merülnek, különböző formákban és különböző neveken tisztelik a legfelsőbb urat. Azt is írják róluk, hogy ők tulajdonképpen magasabb bolygókról, ahova most fogunk menni nem sokára, ugye a félisteni régióból esnek vissza a Bú Mandalára, és még tart valamennyi a jó karmájuk, tart valamennyire a jó karmájuk, még nem ürült ki a pénztárcájuk, és akkor azért tudják élvezni ezeket a lehetőségeket a Bú Mandalán. Hosszú élvezetes életben van részük, de ez már mindig párosul a legfelsőbb tiszteletével. Egyel följebb Bú Varlóka, Szacsi azt mondta, hogy ez a világűr, ami összeköti a Földet és a mennyei világot. Ez a legvegyesebb területe népesség szempontjából, a fajok szempontjából, emberi típusú lények szempontjából a védikus univerzumnak, egy Star Wars ehhez képest kutyafüle, ami itt van. Szóval itt egyrészt vannak szellemi és démoni lények. Ott él Ráhu, akinek van egy külön bolygója, jaksák és ráksasza, emberevő démonok, és szóval többféle bolygó van itt, és ugye ezek bolygórendszerek, amikről beszélünk.
De ugyanakkor vannak olyan bolygók, ahol upadévák élnek, majdnem félistenek, ugye a déva félistent jelent, upadéva negyedisten. Ember fölötti lények, de nem olyan hatalommal rendelkeznek, mint a legfelsőbb személy. Ilyenek között említik a gandarvákat, az apszarákat, mennyei zenészek és táncosok, szithák, akik szárnyak nélkül tudnak repülni. Egyszer azt hallottam, hogy ha valaki álmában szokott repülni, akkor az azt jelenti, hogy előző életében szithalókán lakott. Nem tudom ellenőrizni, hogy így van-e, de minden esetre ezt mondják. Kinnarák, félig emberszerű, félig madárszerű lények. Ugye egy mai tankönyvben ezeket mitológikus lényeknek tekintik, de a védikus világkében élők számára ezek valós lények, csak itt a földön nincsenek, éppen úgy, mint a kimpurusák, akik pedig félig ember, félig majomszerűek, és nekik is van egy bolygójuk, a majmok bolygója. Szvargalóka, a menny, és most már 10. emeleten vagyunk, tessenek kapaszkodni. Szvargalóka, itt élnek a félistenek. 33 millió félistenről ír a védikus irodalom, sorolom őket. Nem sorolom mindet, de jó néhánynak a nevével már találkoztunk. Indra, Varuna, Chandra, Surya. Surya mondjuk pont nem ott van, napisten az lejjebb van, de a félisteneknek a többsége itt él, ez az adminisztratív központja egyfelől az univerzumnak, ugye a félistenek koordinálják az univerzum működését. A természet nem vakon működik, a természet törvényei nem vakon működnek, az időjárás nem vakon működik, hanem tudati befolyás, tudati kontroll alatt van, és ez a félisteneken keresztül valósul meg. Ugyanakkor ezek a félistenek egy nagyon emelkedett életet élnek a maguk bolygóin, uralkodnak egy bolygón, és vannak alattvalóik, szóval van egy királyságuk, van egy bolygóik, akik szintén az ottani körülményeket élvezik. Nagyon kényelmes az élet ezeken a helyeken. Hát mondhatni, hogy Szvargalókán és a felső négy lókán, ugye a lóka szó szanszkritul azt jelenti, hogy bolygó vagy bolygórendszer. Szóval ezek a nyaralókák. Itt már nincs semmi nehézség az életben. Félistenek még néha küzdenek a démonokkal, ott fölötte már a démonok se jönnek, szóval ott az az igazi nyaralóhely. És Szvargalókán akkor a félistenek élik a maguk félisteni életét, és ellátják az Isten által, Krisna által rájuk bízott feladatokat. Jó, maharlóka, dzsanalóka, tapalóka csak gyors talpalóban, megtisztult szentek élnek Maharlókán, köztük Brigomunit emelik ki, Prajápatik, azok az ősnemzők, akik az univerzum benépesítésébe játszanak szerepet, itt laknak. A tevékenység, amiben elmerülnek, ezek nagyon jámbor, Isten szerető emberek, tűzáldozatokat végeznek a legfelsőbb örömére, sosem veszekednek egymással, mentesek a dűtől, a kévágytól, és a büszkeségtől. Dzsanalóka, Maharlókának még egy pont kettes verziója, ahol hívő lelkek laknak megint, és Isten imádatában vannak elmerülve. Tapólóka, maga a kifejezés, a tapasz, azt jelenti, hogy lemondás. Szóval ide azok jutnak el, akik nagyon nagy vezekléseket végeztek, lemondást, vagy a földi régióban, vagy valahol magasabban, és itt filozófálással, meditálással töltik az életüket. A legfelső bolygó pedig Brahmalóka, Brahmának, az univerzum teremtett teremtőjének a lakhelye, és akkor el tudjuk képzelni, hogy az ő környezetében is a hozzá hasonló pompában élnek, akik éppen ott tartózkodnak, akiket oda vetett a karmájuk. Végső soron ezek a helyszínek azok, amit a védikus irodalom szerint a lélek bejár az evilági vándorútja során. Ábrahma Bhuvanalóka. Néha felmegyünk Brahmához, legfelső bolygóra, néha lemegyünk az alsó bolygókra, néha valahol köztes állapotban vagyunk, néha emberi, néha növényi létformában van a lélek, emberi, állati vagy növényi. Ez, amit egy szóval úgy nevez a védikus irodalom, hogy szamszára. Vége láthatatlan és hiába való körforgás, vándorlás az anyagi világon belül. Amit a védikus irodalom javasol, hogy lépjünk ki ebből a körforgásból, ahogy egy óriás keréken is van egy pont, ahol ki lehet lépni, van egy pont, ahol a szamszárából is ki lehet lépni.
Hogyha megértjük, hogy mindezek fölött, a lények fölött, mindezek fölött, a bolygórendszerek fölött, az egész anyagi világ fölött van egy legfelsőbb személy, aki a teremtője az egész rendszernek, akitől a lelkek származnak, aki a fajokat kitalálta, az egész rendszernek a működését kitalálta és felügyeli, ő a teremtő, ő a legfelsőbb személy, ő Krisna. És hogyha valaki ezzel a legfelsőbb személlyel kapcsolatban van, kapcsolatba lép, akkor különleges tapasztalatban lesz része. Ugye itt élünk. Egy kicsi bolygón, és nem tudunk kapcsolatba lépni, még a legközelebbi bolygóknak a lakóival sem. De ha valaki elmond egy imát, elmond egy mantrát, elmond Isten irányába egy dicsőítő szót, akkor azonnal kapcsolatba lép a legfelsőbb úrral. És ez a kilépési pont, még hogyha a Földön van valaki, hogyha ezt a kapcsolatot az élete során fejleszti és tökéletesíti, akkor elhagyja ennek az átmenetiségnek, a hiába való körforgásnak a birodalmát. Köszönöm szépen a figyelmet! Hare Krishna!